Smith a tűzben edzett hit. Fülszöveg. Smith hitet és csodákat prédikál. Smith rendkívüli diák volt a hit iskolájában. Ez az ember teljesen átadta magát Isten szellemének, és így az eredeti pünkösd megtestesítője, Isten természet fölötti erejének legendás eszköze lett, aki démonokat űzött ki, betegeket gyógyított meg, és sok ezer szívben lobbantotta lángra az Isten iránti szenvedélyt. A Tűzben edzett hit című kötet Smith Wiglesworthnek Vig a hitről szóló üzeneteit gyűjti egybe, és adja az olvasó kezébe, aki bizonyára egyet fog érteni azzal, hogy ezek a prédikációk nem csak a maguk korában erősítették a hallgatók hitét, hanem ma is legalább olyan elevenen hatnak. Wiglesworth mondandójának különös hangsúlyt kölcsön az a szavak mögül előtűnő rendkívüli személyiség. Ez az egykörű vízvezeték szerelő, aki csak a legalapvetőbb iskolázottsággal rendelkezett, és életében a Biblián kívül nem sok mindent olvasott, és teológiát sem tanult soha. A prédikációiban olyan bámulatos mélységekbe és magasságokba kalauzolja a hallgatóságát, hogy mindenki kénytelen felismerni rajta Isten érintését. Nem egy lángelme zsenialitása, nem egy fenkölt vallási tradíció iránt érzünk áhíthatott, hanem a mindenható Isten keze munkáját és bölcsességét csodálhatjuk meg.